Nos, részemről kezdhetjük, ha ön is így gondolja. Csapjunk a lecsóba. Meséljen magáról, Mr. Grimes, meséljen a szakmájáról, az életútjáról. Jó magam, Brigginghamben születtem 1912-ben. Halálomat 1988-ban leltem. Főleg nyelvfilozófusként ismernek, de tevékenykedtem a metafizika terén is. Sajnos legtöbb kötetemet csak halálom után jelentették meg, köztük a legismertebb kötetemet a tanulmányok a szavak életéről. Ez is sajnos csak halálom után jelent meg. Elnézést, vagy hogy ön meghalt, ha... Ne vonatkoztassunk el a témától. Ezek úgynevezett társalgási irányelvek, melyeket jobb, ha észben tart az ember, ha nem akar egy komplett idiótának kinézni. Ezeket a normákat négy részre osztottam. Mennyiség, minőség, viszony és modor. Ezeket a feleknek beszéd közben érdemes betartani. És mit akar ez a mennyiség? Maximális? Nem maximális, hanem maxima. Igen, maxima. A mennyiség maxima röviden és tömören annyi, hogy éppen csak annyi információt mondja el, amennyit a helyzet megkövetel. Nem érti? Nem igazán. Semmi gond. Éppen ezért hoztam magammal Sarah-t, hogy segítsen nekem. Sarah, ha-ho! Sarah 9. osztályos. Nem ápol jó viszonyt a földrajztantárgyával. Nehézségei akadnak. Mellette osztálytársa igyekszik megmenteni Sarah-t a biztos bukástól. Észak-Amerika földrajzával kezdik, majd a szabad esés gyakorlati példáinál kötnek ki. Tehát a túlzott informativitással megsérti a mennyiség irányelvét, hiszen eltér az eredeti témától, ez pedig zavart okozhat a társalgás menetében. Következő maxima a minőség, ha nem tévedek. Így van. Ez annyit tesz, hogy legyen őszinte az elbeszélő. Tehát Lucy össze-vissza tanítja szerencsétlen Sarah-t, mivel egyszer általánosban Lucy megbukott földrajzból. Mit mond a viszony maxima? Légy releváns. Úgy, ahogy én sem kezdek el ebben a pillanatban a maga családi helyzetéről beszélni. Egyébként, hogy van az édesanyja? Jó, köszönöm szépen. Elérkeztünk az utolsó maximánkhoz, a modorhoz. Kerüld a kifejezés homályosságát, kétértelműségét, légy tömör és rendezett. Akkor összegezve az elhangzottakat, mi a maximák lényege? Hogy az emberek betartsák ezeket a szabályokat és ennek megfelelően társalogjanak? Én talán nem azt mondanám, hogy tartsák be, sokkal inkább, hogy kihasználják őket. Ezen van a hangsúly. Köszönöm szépen. Ugyan, én köszönöm. Egyébként meg...